Mi? Dupieux? Talán Dupieux úr. Egy miniszter nem mutatkozhat ilyen öltözékben. Kit érdekel az öltözéke? Az a lényeg, hogy alkalmas ember. Nem mondom, hogy nem az. Az áru jó, csak a csomagolás roppant csilány. Ezért tudjuk néha olyan nehezen eladni. Hiába a hatalom önmagában nem teszi vonzóvá senki külsejét. Nem is tudom, kinek van a kormányban bizalomkeltő ábrázata. Na tessék, sikerült eljutnunk idáig. Ez most már biztos. Úgy látszik, ekkora városban nem is létezik normális ember. Elérkeztünk abba a korszakba, de melyikbe is, úristen, melyikbe is. Átkozott hülyeség, hogy folyton magamban beszélek. Hű, ma van a reggeli, és elfelejtettem, mert már ide jutottam. Köszönöm, Antoine. Ne doboljon folyton az ujjaival, idegesítő. Moderálja magát. Tessék. Jó napot, Szuli. Jó napot, Brümer. Még ma is maga a kabinet iroda főnöke? Na ne ugrasson, nagyon szépen kérem. Úgy sincs jó kedvem. Na mi újság, hogy megy? Megy, még tart. Nagy ötlet, óriási ez a közvetlen kapcsolat a néppel. Nem tudom. Mit nem tud? Hogy nem kell-e változtatni a haditerven? Micsoda? Komolyan gondolja? A legkomolyabban. Na ne, elfelejti, hogy a hadügyminiszter holnap hadgyakorlatra megy, mint egyszerű közkatona? Legfeljebb nem megy. Most mondja, most már késő, kész az egész menet felszerelése. Na nézze, úgy vállaltam el ezt az állást, hogy tiszta lapot kezdhetek. Én döntöm el, hogy mi történjen. Nem tetszik, akkor ugyan, a helyemre ülni, tessék, szuléja magá, üljön a helyemre. Nagyon kérem, ne, üljön vissza. Hát egyáltalán nem, nem fontos. Üljön csak le. Mi történik itt? Semmi a világon. Semmi, jó napot, Brümer. Jó napot, uram. Így gondolta? Van így? Jól, elnök úr. Ízlik nekik? Ettek tojást? Nem. Nyilván komolyabbat kéne nekik adni. Igen, de mit? Felvágottat? Úgy van, nagyon jó felvágottat, és hozzá csak jót tehet. Bort. Intézkedjék. Visszamehet, elnök úr, minden el lesz intézve. Bejöhetek? Mi csak szervusz. Csókolom. A maga kislány a szülé? Sajnálom, elnök úr, de ma nincs tanítása, a nevelőnője beteg, az anyja elutazott. Megmondtam Delfin, hogy maradj a szobámban. Nem szeretek ott lenni. Nem is csoda, hogy nem szeret, mert elég barátságtalan hely. Akkor intézkedjék, kérem, én visszamegyek. Meg lesz. Adrien, egy tál felvágottat és vörösbort. De gyorsan. Miért van ma ekkora felfordulás? Tehát, mi legyen a miniszterrel? Mit csináljunk vele? Milyen miniszterrel? Hogy milyen miniszterrel? A hadügyminiszterrel. Arról volt szó, hogy holnap elmegy. Menjen el, ha annyira akar felőlem, nyugodtan elmehet. De hogy akar menni a fájós ízületeivel? Maga küldi. Ilyen fizikumnak csak jót tehet egy kis hadgyakorlat. Egy hadügyminiszter ne legyen ilyen puhány. Dütyő úr? Igen. Az igazgató úr kereste. A szobájában van? Igen, menjen be, legyen szíves. Megyek. Mit akarhat vele? Igazgató úr? Marcel. Jó hírem van, jöjjön, üljön le. Köszönöm szépen. Tessék. Jó napot. Nem tudom, hallotta-e a nagy újságot? Bonné úgy határozott, hogy felcsap Hippinek. Igen. Azért jöttem, mert szóltam... Ebből következik, hogy az állása megüresedett. Szeretném magát ajánlani a vezérigazgató úrnak. Maga az egyetlen, aki méltó erre a posztra. Végtelenül megtisztel, igazgató úr. Nagyon... Nagyon köszönöm, igazán. Hogyan nincs mit? Egészen meg vagyok hatva, de... Nem örülnék neki. Mit mond? Ott van nekem a zene, a sok könyv, meg annyi minden, ami örömet szerez. De elfogadnám ezt a megtisztelő előléptetést, mindenről le kéne mondanom.
Á, a tőzsdei szint jelentés. Maga nem unja ezt a kutyát? Unom, unom, de hát mit csináljak? Az előző elnöké volt, és semmiképp sem akarta itt hagyni a palotát. Hasonlít is rá. Anyavaja. Kellemetlen hír, papa? Vesztettem 7%-ot. A sok? Borzasztó sok. Rengeteg. Kész tönkremenés. Megmondhattam volna előre. Ennek ellenére maga is befektetett elég szépen. Tudom már, mi az, ami nem megy. Igen? Akkor mondja meg. Az arc. Miféle arc? A politikánk arculata, amit általában úgy nevezünk csomagolás, beleértve a politikusainkat is. A legtöbbnek elég elfuserált feje van. Tessék. Igaz. De mit lehet tenni? Kozmetikai műtéten kívül maga mit javasol? Minden emberem ezzel foglalkozik, ezzel a kérdéssel most már negyedik hete. Betekintést engedek magának kreatív munkálkodásra. Nagyon kedves, köszönöm. Íme. Ki ez? Olyan kedves arc, olyan elégedett. Na hát, hogy ez a gyerek milyen intuitív. Köszönöm. Az mit jelent? Úgy van, helyes, az eredmények egybevágnak. Az analízisek egyértelműek. Ez az az arc, amely ez idén maximális mennyiségű bizalom elnyelésére tarthat számot. A szimpátia hányadosa optimális. Aha. Na is? Na is. Applikálja bele ezt az arcot eddigi politikájukba. És egy csapásra minden jóra fordul. Akkor majd lesz hitelük. Tessék! Önökre kért, uraim. Köszönöm, Adrián, elmehet. Ez az. Jó lenne megtalálni azt, aki megfelel ennek az elképzelésnek. Majd megkeressük. Érdekel, kicsikét? De hogy keressük meg? Nem lesz könnyű. Küldjön egy képet minden rendőrösnek. Gyorsan meg fogják találni. Miután ártatlanról van szó. Gondolja? Brümer, szeretném megszorítani a kezét. Semmi akadálya. És szeretném, ha tegeződnénk. Annak sincs semmi akadálya, Frederik. Gyász érte valamelyiküket? Nem, dehogy is. Helyes. Brümer, hívjon a telefonhoz, találjon ki valamilyen ürügyet. Egyszerűen nem akarnak elmenni. Hála a kitűnő ötletének a vörösborral.